Egészségügyi és fizikai felméréssel kezdte meg a felkészülést júliusban az SKKA együttese, amely történelmi tettet végrehajtva veretlenül nyerte meg az NB1B-s pontvadászatot és vívta ki a feljutást. Nyáron nem csak a játékosok, hanem a szakmai stáb is keményen dolgozott, hogy légiósokkal erősítse meg a keretet. Nagyon az elején vagyunk még a felkészülésnek, tehát én kíváncsi vagyok a mai megmérettetése, és hogy tudtunk az elmúlt egy hétben, a múlt heti meccsből okulni és tovább lépni. Én bízom abban, tehát van még hát igazából majdnem 5 hetünk, bajnokság kezdetéig nagyon jó a sorsolásunk, tehát mindenképpen én úgy gondolom, úgy értékeljük, hogy jó a sorsolás, tehát Békés Csabával kezdünk itthon, megyünk Dunajvárosba, majd jön egy Kisvárda, tehát az első 3 mérkőzés elvileg még hozható is. Az új igazolások is lehetőséget kaptak az SKK a legutóbbi edzőmérkőzésén, amit teltház előtt játszottak a Haladás sportkomplexumban. A fokozott érdeklődés annak is szólt, hogy a legutóbbi NB1-es bajnokságban bronzérmes Mosó Magyaróvár volt az ellenfél. Az SKKA megilletődötten kezdte a találkozót, pontatlan támadásokat vezettek, és védekezésben sem volt meg a kellő határozottság. A vendégek szerezték meg a vezetést, és csak Marinovic bravúrjainak köszönhetően nem alakult ki nagyobb különbség. A 10. perctől viszont elkapta a fonalat az SKKA. Először ledolgozták a hátrányt, majd Pődör Rebeka és Kazai góljaival átvették a vezetést is. A szurkolók fantasztikus hangulatot teremtettek, ebből is erőt meríthettek a játékosok. A nagy szünetben egy góllal állt jobban a szombathelyi gárda, amely a folytatásban is remekelt. Szép átlövésekkel és kemény védekezéssel őrizte vezetését a hajráig. Az utolsó percekre aztán győzött a rutin, a Mosó Magyaróvár 32-30-ra megnyerte a mérkőzést. A találkozón biztató játékot mutatott a vasi alakulat, ami bizakodásra ad okot. Kedden este újabb derbi vár a szombathelyi lányokra. Az EHF Európa Kupában is érdekelt cseh Hazena Kinzvárt együttesével csapnak össze a Haladás sportkomplexumban.